Nem egy könnyű feladat, nem egy nyugdíjas állás elnöknek lenni a Magyar Evező Szövetségben. Mikor januárban először megkerestek, akkor gondolkodási időt kértél. Miért? Nehéz egy elnökségi pozíciót a mai körmények között úgy elvállalni, hogy mindenkinek az elégedettségére szolgálni. Olyan utat választani, olyan programot készíteni, ami mindenkinek örömére szolgál, azt nehéz. A másik pedig a korábbi idők által keletkezett pénzügyi nehézségeknek a ledolgozása, ez is egy nagyon nehéz feladat. Akkor szeretek valamit elvállalni, hogyha tudom, hogy azt végig is lehet csinálni. Nagyon jót tenne az evező szövetségnek, illetve az egész magyar evező sportnak egy olimpiai érem, de legalább egy olimpiai pont. Ebben a pillanatban Simon Béla és Juhász Adrián révén egy olimpiai kvótánk van, bár ők ugye ketten vannak, de mégis egyet szereztek. Még van lehetőség kvótát szerezni, van-e reményünk arra, hogy meg is szerezzük? Én nagyon optimista vagyok. Minimum kettő, de szeretnék még négy kvótát szereztetni a csapatokkal. Gondolom ebben a négyben benne van Varga Tamás is, aki most itt éppen nyert ezen az ergométeres bajnokságon, viszont a potenciális párja, Hirling Zsolt nem volt itt. Rájuk is gondoltam? Tamás nagyon jól húzott, ez mindig egy nehéz helyzet, amikor valaki a legesélyesebb, de ezt évről évre vagy versenyről versenyre be kell bizonyítania, neki ez sikerült, én nagyon ennek örültem, és ebből is látszik az, hogy megvan az a dinamizmus, ami esetleg ahhoz kell, hogy elérjük ezt az eredményt, hogy megszerezzük a kvalifikációt. Viszont neveket nem akarok azért mondani, ezt a szövetségkapitányok nagyon megkértek, mert semmi nem dőlt el, és más egységeik is vannak könnyű súlyú számban, akár a női mezőnyben, és ott se szabad még neveket mondani, ezért számokról beszéltem, meg inkább egységekről. Benegúz, ez volt a mai nap legizgalmasabb futama. Juhász Adrián, Simon Béla, Erdély, illetve Ellekes Szilveszter felváltva vezették a mezőnyt. Mennyire tudtad figyelni távközben, hogy hogy állsz? Végül ugye negyedik lettél. Hát nem nagyon. Igazából csak azt néztem, hogy tudjam tartani a tervezett időmet. Hogy sikerült a felkészülési időszak? Vannak ugye evezősök, akik nem nagyon szeretik ezt a telet. Nem lehet vízre menni, csak terem, csak ergométer. Te hogy vagy ezzel? Én szeretem a telet, kondi edzéseket, az ergókat. Úgyhogy szerintem jól sikerült a felkészülés. Becsúszott egy-két betegség, de azon kívül jól. Tavaly ugye világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon egy hatodik, illetve egy harmadik helyet sikerült megszerezni. Ugye ezek négyesben történtek. Hogy értékeled a 2011-es évet? Hát számomra nagyon nagy lökést adott ez a két neves nemzetközi verseny. Főleg, hogy ilyen jó eredményt sikerült elérnünk. Ha már az eredménynél tartunk, a mai eredményed 6.046. Ez mennyire felel meg az előzetes elvárásaidnak? Hát 6 percet szerettem volna húzni kereken, de ezzel is elégedett vagyok teljes mértékben. Már a szezon elején vagyunk, mi várható 2012-ben neked? Egy 4 pár talán a pótkvalifikáción. Esélyeink Londonra? Bármi lehet. 0-tól 20-valahányig bármi. Egy 45-2-vel lettél második, Szabó Kati 1.43-4-jel nyerte meg ezt a mai 2000 métert. Előzetesen ezzel elégedett lettél volna, vagy mások voltak a terve? Ebben a téli felkészülésben nagyon sokat edzettünk, és úgy érzem, hogy nem itt volt a hangsúly ezen a felmérőn, hanem az igazi fontos verseny, az majd május 20-23-án lesz, és ez csak egy része a felkészülésnek, egy lépcső. Úgy érzem, hogy most ki tudtam húzni magamat, az eredménnyel nem lehetek elégedett, mert nem itt kellett hoznom még a formámat, de úgy érzem, hogy ennek a mai napnak ez itt egy jó állomása volt. Nagy változás állt be az életedben, mert hogy Győrből Budapestre költöztél, ami együtt járt egy egyesületváltással is, és a korábbi, illetve jelenlegi utánpótlás szövetségi kapitány Ficsor László lett az edződ. Hogy éled meg ezeket az új helyzeteket? Ugye főiskolára is jársz, amit ugye egyeztetni kell az edzésekkel, versenyekkel, szóval a fej tetején minden. Hát igen, elég nehéz volt a váltás az elején. Egy augusztus vége felé felköltöztem Budapestre. Ugye a BGF-en tanulok most gazdálkodási és menedzsment szakom. Az iskola azt tetszik, az elején egy kicsit nehézkes volt, hát ugye teljesen új közegbe beilleszkedni, de úgy érzem, hogy ez egy jó fordulatot hozott az életemben. Tetszik az iskola hangulat,
aztán egy Budapest élet, az is kellemes, teljesen más, mint a Győrben által, vagy nem volt akkor a nyüzsgés meg rohanás. Viszont úgy érzem, hogy ezzel a klubváltással jelentős nyugalom jött be az életembe. Ugye Margit-szigeten, ugye ott be kell sétálni minden nap egy külön ilyen lenyugvás az iskolai rohanás után. Meg hát ugye BGF-en már én osztom be magamnak az időmet, úgyhogy sokkal többet tudunk edzeni nyugodtabb körülmények között. Az edzőváltása az elég mélyen érintett, ugye Halmainé Mészáros Éva a korábbi edzőm. Egész életemben vele készültem, úgyhogy nagyon nehéz volt ez a váltás számomra. De úgy érzem, hogy Picsör Lászlóval is egy remek csapatot fogunk alkotni. És a párommal, Szabó Katalinnal is így hárman tudunk készülni. Ezek az új körülmények megerősítenek abban, hogy tudjam, hogy hol a helyem, és hogy még sokat kell fejlődni. Említetted új párodat, Szabó Katalint, ugye együtt versenyeztetek ma is. Ugye Váci, te most már ugye budapesti vagy, említetted a május végi versenyt. Ugye mindennek a kifutása végül is a londoni olimpia lenne. Igen, minden áldott nap azzal kelek föl, hogy bennem van ez a plusz, hogy tudom, hogy még sokat kell tenni érte, és érzem azt magamban belülről, hogy ez meg lehet. Úgy érzem, hogy akkora lehetőségek vannak a csapatunkban, hogy ezt nem lehet nem kihasználni, és bármi legyen a kimenetele ennek a kvalifikációs versenynek, nem fogok vele veszteni semmit. Egy olyan pluszt ad az a tudat, hogy Katával együtt készülünk, mint egy igazi csapat, amit nagyon kevés dolog pótolhatna, és igazán boldog vagyok, hogy részt vehetek egy ilyen csapatnak. ...15-2-vel nyertél, ami azt jelenti, hogy 13 másodperccel verted meg a második helyzet Novák Laurát, és ezzel zsinórban harmadszor nyerted meg az ergométeres országos bajnokságot. Rögtön az elején az élre álltál. Mi volt a taktika? A taktika igazából az első 500 megnyomása, utána egy gyengébb utazó, és utána 1000 métertől egy robbantás. Hát bármennyire nyertem is, nem vagyok megelégedve az eredménnyel. Mi volt a gond? Milyen időt szerettél volna menni? Az edzők 7 percet tűztek ki. 7 perc, 7 másodperc volt az otthoni legjobban. Hát beszerettem volna megközelíteni, de sajnos nem sikerült. Visszaállt a világrendje, újra te vagy a Heraklész vezető edző, és még az előző időszak munkájának gyümölcse, hogy van egy olimpiai kvótán két korábbi, illetve jelenleg csillagprogramos Heraklészes, Simon Béla és Juhász Adrián már kvótát szerzett. Nyilván az a feladat, ahogy az elnök úr is említette, hogy még további kvótákat szerezzünk. Kinek van erre esélye, és Heraklészes-e? Az, hogy a világrendje visszaállt-e, azt én nem tudom, igazából pályázatírás volt, és arra jelentkeztem, én nyertem el a utánpótlás szövetségi kapitányi tisztséget. Az utóbbi időben nagyon megerősödött az evezős utánpótlásunk, ezt különféle statisztikai adatok is mutatják. A tavalyi évben végre hosszú évek után és csapategységben, ifjúsági világbajnokságon, 4 párevezősben döntősök tudtunk lenni, Európa bajnokságon érmeket tudtunk hazahozni, ez mind azt jelzi, hogy azért az evezősportban is valami elindult pozitív irányba. Ezt a vonalat szeretnénk tovább erősíteni, most még egy pár verseny számít az ergométer bajnokságon, ugye hátra van, jönnek majd a következő versenyek, válogató versenyek, de nagyon úgy néz ki, hogy ezt az évet is legalább olyan sikeresen tudjuk zárni, mint a tavalyi évet, ami azért megnyugtató, mert egy viszonylagos stabilitást mutat. A tavalyi évben sikeres versenyzőink egy része fölkerült U23-as korcsoportba, ahol nagy reményeink vannak arra, hogy ott is szép eredményeket produkálnak. 4-5 csapattal vágunk neki a kvótaszerzésnek. Mondhatni, nagyon minimális az esély arra, hogy kvótát szerzünk, de úgy látszik, hogy az eredmények, az eddigi felmérők eredményei arra biztatnak bennünket, hogy legalább egy csapatunk még sikerül, hogy kvótát szerezzen egy pótkvalifikációs verseny, ami május végén lesz Lucernbe, úgyhogy addig még további finomítások vannak, de nagy valószínűséggel még egy kvótát legalább sikerül majd szerezni a sportágnak. Korábban szövetségi kapitányként dolgoztál Gyimes Krisztával, most klubedzője is vagy. Hogyan élte túl a városváltást, ugye Győrből költözött Budapestre, illetve a klubváltást, hiszen egész életében mindig ugyanazzal a hölgyel készült? Tulajdonképpen most egy fél éve vagy pár hónapja dolgozom együtt Krisztával.
nagyon pozitív benyomásaim vannak róla, tehát fejben abszolút nagyon ott van, nagyon tudatosan készül a versenyre. Az egyik olyan versenyző, az előbb beszéltünk a kvótaszerzésről, az egyik olyan csapatnak a tagja, a női kétpárevezős, ahol is kvótaszerzésre pályázunk. A beilleszkedése a Danubius Nemzeti Hajós Egylet életében úgy gondolom, hogy zökkenőmentes volt. Szívesen fogadták különösen egy ilyen versenyzőt, akire ugye mindenki, legalábbis a lányok körül fölnéz példakép, és ennek mi örülünk, hogy ő odajött. Én is örülök személy szerint, hogy engem választott edzőjének. Hát aztán az eredmények majd remélem, hogy igazolják, hogy a döntése igaz volt, vagy helyes volt.